2012-ben cégünk a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal által életre hívott pályázat keretében indultunk el ezzel a projekttel. Ezt megelőzően ugye a Szabó úr megkeresett minket, ugye mi jármű karbantartással, átépítéssel, kiváltképpen autóbusz és nagy haszon gépjárműveknek a szervizelésében foglalkozunk, és így jött az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg. Beadtuk a pályázatot, senki sem remélte, majd az utolsó pillanatban jött a hír, hogy megnyertük, és akkor egy kicsit fejtörés volt, hogy na, akkor ezt meg is kéne valósítani, ugye hát ilyen még a világon nincsen. És ekkor indult el a fejlesztés. Először ugye a tervezés része, amikor a tervek elkészültek, akkor utána indult el maga a gyártás. Itt a telephelyünkön magyar szakemberek, magyar lakatosok, fényezők, autószerelők dolgoztak a járművön, amiben most ülünk. Törekedtünk arra, hogy ez teljes mértékben magyar legyen. Nagyon sok beszállítóval tárgyaltunk. Vagy a kapacitásuk, vagy pedig a technikai hátterük nem engedte azt meg, hogy ebbe a projektbe teljes mértékben beszálljanak. Vannak olyan alkatrészek, mint akár a hajtás része, akár az ajtó vagy a szélvédő, amit magyar cég nem tudott megoldani, így muszáj volt a régi külföldi partnerekhez fordulni ilyenfajta igényel. A városi közlekedési eszközöknek egy új generációját akartuk kifejleszteni. Ugye ez a jármű háromtengelyes kétcsuklós. Az utak legnagyobb ellensége az, hogyha nehezek a járművek, ugye azok tönkreteszik. Itt a súly három tengelyen oszlik meg, ez azt jelenti, hogy alacsony terhelhetőségű kis utakra beengedhető, tehát lakóutcákba, még akár gyalogos zónákba is bemehet, és a két csukló szerkezet az pedig azt biztosítja, hogy rendkívül fordulékony a jármű. Ezáltal gyakorlatilag, ahol a személyautók közlekedni tudnak, az a jármű a közösségi közlekedést le tudja bonyolítani. Alacsony padlósra terveztük, pont azért, hogy könnyen legyen föl és leszállni, hogy kismamák vagy bevásárlók kocsival, szatyhokkal és egyebekkel felszerelt emberek is könnyen tudjanak közlekedni. Kényelmes a belső tere, a két csukló közötti részen is ablak van, ezáltal a csuklók maguk keskenyek, az ablak pedig a belső teret világossá, tágossá teszik, tehát az utazás kellemes, kényelmes. A jármű szerkezete is elég egyszerű, ez a példány, ez egy első kerékhajtású jármű, a B és C tengely az nem kormányzott, egyszerű merev tengely, független kerékfelfüggesztéssel. A szabadalom lényeges vonása a csuklóban levő szerkezet, amelyik megakadályozza azt, hogy a jármű menet közben bármikor Z alakban be tudjon törni, illetőleg ennél a szerkezetnél fogva ez a jármű tolatni is tud, hát ugyanúgy ugye, hogy egy pótkocsis járműnek általában tolatnia kell, de biztonsággal tolat, biztonsággal veszi a kanyart, nincs olyan probléma, hogy kitör, vagy fékezésnél, még egyszer mondom, Z alakban, vagy akármilyen módon betörjön. Az egységes járműszerkezet az egy jó konstrukciót is eredményezett, tehát keskeny, kis súlyú, de ugyanakkor egy normál busz befogadó képességével rendelkező jármű. A jármű 11 méter hosszú, 2 méter széles, 2,7 méter magas. A járművet azt egy
3000 köbcentis, 177 lóerős, 400 Nm-es motor hajtja. Nem árulok el vele nagy titkot, úgy voltunk vele, hogy a világon már számos autógyártó bizonyított, nagyon jó járművekkel, és mivel mi kis haszonjárművekből építünk, VIP busztól elkezdve turista buszon át, hogy egyszerű akár munkásszállításra, dolgozói szállításra alkalmas járműveket, így jött az ötlet, hogy akkor egy kis haszon gépjármű erőforrását alkalmazva építjük ezt meg. Ez meg is maradt, a kormányzásban, a motorban, a műszerfalba nem nyúltunk bele, az úgy, ahogy megvásároltuk, az úgy van, maximum néhány kezelő gombot helyeztünk el a műszerfalon, de a B-oszloptól hátrafelé az már mind magyar szakiknak a kezemunkája. A jelenlegi kialakításban 45 fő tud elférni, kényelmesen, ülő-álló helyel együtt, de a belső kialakítást azt a megrendelő igényeknek tudjuk változtatni, akár 50 fő szállítására is képes. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a járművel megoldhatóvá válik a kistérségi közlekedés, illetve ugye napjainkban egyre több városnak a műemléki részét újítják fel. Rengeteg munkahely van ott, illetve jó páran még laknak ott, tehát van emberforgalom, kell közösségi közlekedés. Mivel adottak a területek, amit ugye akár 1880-ban vagy 1930-ban építettek, így le van korlátozva, hogy milyen járművekkel lehet oda bemenni. Minden magára adó közösségi közlekedésben szolgáltató lehetőleg a legnagyobb terület akarja levonni, hiszen az bevétel, ha a jegyeladást nézzük. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy ezzel a járművel ezek az igények kielégíthetők. Ugye a 11 méter hosszú járműbe 45-50 fő is elfér kényelmesen, és ugye ezeken a területeken a műemlék védelem miatt, vagy a műemlékiesség miatt nagyon sok a látnivaló, tehát a turisták is gyakrabban fogják ezt használni, nem biztos, hogy sétálva fogják ezt megközelíteni. A jármű kialakításában is azért is törekedtünk az ekkora oldalüvegekre, hogy minél több fény jöjjön be, ezáltal minél több mindent mutasson meg abból a városrészből. A kistérségi közlekedésnél meg ugye a üzemben tartói részről, ha azt nézzük, hogy egy hasonló méretekkel bíró autóbusz fogyaszt mondok van 35 litert, ez a jármű fogyaszt 15-öt. Nem mindegy a üzemben tartónak, hogy két ember ül a buszon és úgy fogyaszt ekkorát, vagy akkor ilyen költségekkel van, vagy pedig egy olyan busszal megy, amivel jobban le tudja csökkenteni az üzemben tartási költségeket. Azt hosszasan végig kellett gondolni, hogy érdemes-e egy járműbe két csuklót betenni. Hát azért ez többet erőfeszítést jelent, többet költséget is, de a fordulékonyság miatt ez megéri, és ez ad a járműnek egy olyan különleges tulajdonságot, ami ezekben a szűk utcákban, történelmi belvárosokban való használhatóságát biztosítja. Napjainkban a műemlék védelem alatt álló városrészekben nagyon fontos, hogy azért milyen járművek mennek be. Nagyon sok esetben ugye ezek le vannak zárva a személygépkocsis forgalom elől, hát oda kell figyelni arra is, hogy egy adott jármű nem lehet nagyon nehéz. A mi járművünk az 5,4 önsúllyal rendelkezik, ez úgy oszlik el, ugye három kocsi részből áll a jármű. Az első az 2 tonna, a hátsó az 2,7, és a középső kocsi test adja ki a maradékot, és így 5,4 tonna a járműnek az alapsúlya. Eddig nem volt járműnek a megalkotása, az meglehetősen sok intuíciót igényel, olyan kérdéseket kell feltenni, ami tulajdonképpen az autós szakmában olyan kézenfekvő, hogy ez így van. De a legalapvetőbb kérdéseket is fel kell tenni, hogy hát jó, hogy ez így van, de tényleg így kell. Ugye egy professzorom mondta, hogy ha egy abszolút új megoldással találkozol,
akkor gondolkozz el, hogy vajon ezt eddig miért nem csinálták. Tehát itt is erről volt szó, hogy ezt többszörösen végig kellett gondolni. Ez a dolog egyik része. Aztán körvonalazódik egy koncepció, azt az ember megrajzolja, kiszerkeszti, és azt mondja, hogy ez jó. És akkor én megépítettem ennek a modelljét, és a modell azt mondta, hogy ez még nem jó. És akkor a modellből leszűrt tapasztalatok alapján további rajzok születtek, majd egy újabb modell, és az is azt mondta, hogy még ez még mindig nem jó. És akkor még egy kis fejtörés, és hát végül elkészült egy modell, amelyik azzal kecsegtetett, hogy az élő, valódi jármű is megfelelően fog működni. Ekkor fogtunk hozzá a kiviteli tervek elkészítéséhez, amelyik már idézőjelben téve szokványos mérnöki munka volt, tehát ennek keretében egy tervező csapat ezt megrajzolta, megbízásra megszerkesztették, fölépítettük, és hát most vannak a próbák, a menetpróbák, és hát ebből is még azért bizonyos tapasztalatokat le tudunk szűrni, tehát nyilván, mint minden új fejlesztésnél itt is be kell járni az utat, hogy van egy ötlet, volt egy pár modell, aztán van egy prototípus, aztán egy új széria, majd lehet belőle szériagyártást csinálni, de hát ez világon mindenkit zajlik. Már a járműtervezésekor is figyelmet szenteltünk arra, hogy a közlekedésből nem vonjunk ki egyetlen utas sem. A jármű alacsony padlós, ezáltal ugye nem kell az utasnak a buszöbölben nagyot lépnie, adott esetben ugye egy szintben van a patkával, illetve a kerekesszékes és a babakocsis utasok is nyugodtan tudják használni a járművet, mert rendelkezik rámpával, ami a le- és a felszállást megkönnyíti. A járművön dupla szárnyúajtók vannak, ez megint csak arra ad lehetőséget, hogy az utasforgalom nagyon gyorsan kicserélődjön, tehát könnyebben le tudjanak szállni az emberek. Hát természetesen egy jó kereskedőként mindenki a célközönség lehet, de komolyra fordítva a szót, nem csak a nagy autóbusz üzemeltető cégek, hanem gondoltunk akár olyanra is, hogy két kis település, ahol meghatározó létszámú igény van közösségi közlekedésre, összefog, és akkor ők vásárolják meg ezt. De ez lehet akár egy olyan szolgáltató is, aki pont az ilyen településeken csinál személyszállítást, mert naponta kétszer, reggel egyszer, este vagy délután egyszer meg lehet ezzel oldani. Vagy akár olyan üzemben tartók is szóba jöhetnek, akik ugye most nagy divat a lakóparkok építése. Most a lakóparkokban lakók nem biztos, hogy egy duruzsoló 20-25 éves nagy autóbusznak a hangját szeretnénk hallani, miközben elmegy az utcán, ott is élnek az emberek, nem mindenkinek van autója, vagy nehéz az autós közlekedés, akkor viszont szóba jött egy közösségi közlekedés, ahol a mi járművünk, én azt gondolom, hogy helytálló tud lenni. Kényelem szempontjából is a járművel már megfordultunk jó néhány kiállításon, és mondhatom azt, hogy mindenki büszkén említette meg, hogy végre egy magyar gyártmány, egy magyar termék, és amikor mondtam, hogy ez valóban igen, itt készült, magyar szakik dolgoztak rajta, akkor mindenki ragyogó szemmel kezet rázva dicsért meg minket, hogy hú, ez milyen jó dolog így a nagy múltú buszgyártás után, hogy mégis valaki ezzel így próbálkozik. Elsőként szakmai kiállításokon jelentünk meg, és az idő múlásával most már nyugodtan mondhatom azt, hogy közel 20 nagyvárosban is megmutattuk a járművet, tehát tudott vele találkozni a nagy közönség, volt ezek között egy, két vagy három, négy napos rendezvény is, és a rendezvényeken olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy elégedettek az emberek, és büszkék arra, hogy ismét van magyar buszgyártás, vagy legalábbis elindult egy ilyen kezdeményezés.